Van első három helyezettünk, és minden zsűritagunk választott valamilyen kritérium alapján egy versenyzőt, akit ő valamilyen szempontból szeretett volna kiemelni, tehát egy zsűri különdíjat fog kapni. Ezekkel a zsűri különdíjakkal szeretném kezdeni. Az első pedig nem másé, mint Zakarinak a különdíja, amit ő azzal szeretne indokolni, hogy ennek a versenyzőnek a ruhája rettenetesen részletes volt, varrás, hímzés, minden kihozott, amit ebből a karakterből ki lehetett hozni, hasonlított a karakterre, tehát igazából ez, ami rettenetesen megfogta Zakarit, és pontosan ezért Zakarinak a különdíja nem máshoz kerül, mint Koltai Alexandrához, aki Trisznek öltözött a Witcher 3-ból. És látom szaladni, őt látom azt hiszem szaladni. Egy borítékot kérek szépen. Nem, bocsánat, ez a boríték még nem jön. Gratulálunk! Nagy tapsot szeretnék kérni Zakari zsűri kedvencének. Maradj itt velünk! Maradj itt velünk, jó? Következő zsűri kedvencünk. Nem más, mint Aoime, azaz Badacsonyi Nórának a zsűri kedvence. Ő pedig, hát az indoklásunk itt pedig az, hogy nagyon-nagyon részletes jelmezt készített, nagyon szép, igen, volt egy működő íja, tehát egy mozgó íja, nagyon szép részletek voltak a ruhán, tehát tényleg ő is rengeteget dolgozott vele, és a karakterre is hasonlított. Ez pedig nem más, mint Bene Nicoletta, aki Alloynak öltözött a Horizonból. Gratulálunk! Nagy tapsot kérünk szépen neki, és ehhez még, bocsánat, egy borítékot még adunk. Ebben a borítékban pedig az egyik szponzorunknak van a kuponja. Ki mondtanád nekem, Gina? Ez pedig egyébként a Horror Factory, ami egy szabaduló szobába egy kupon 2 hétfő részére. Ők a versenyünk egyik szponzora. Úgyhogy ez még jár mellé. Gratulálunk még egyszer! És a következő zsűri kedvenc, Gina, azaz Captain Harley zsűri kedvence. Szeretnéd-e te elmondani, vagy elmondjam-e helyetted, hogy igazániból ami minket megfogott ebbe a jelmezbe, illetve ugye, főleg Ginát, az a kreativitás, tehát ez egy originál, ez egy saját termezési jelmez, a fantázia, a kreativitás, ami ebben a jelmezben megvalósult, és a technikák, a részletesség, tehát igazániból minden. És a színpadi fellépés, igen, így van, tehát egy nagyon hatásos színpadi fellépése volt ennek a versenyzőnek. Ez pedig nem más, mint Csőr Bíborka. Látjuk jön, igen, így van. Neki is jár majd egy ilyen boríték pluszba. Egyébként azt elmondom közben. Nagy tapsot szeretnék kérni a következő zsűri kedvencünknek, és nekem is maradt egy zsűri kedvencem. Én pedig általában szeretek kiemelni egy olyan versenyzőt, akiben látszik, tehát nem biztos, hogy veterán versenyző, lehet, hogy még csak mostanában kezdte, de látszik benne a tehetség, és ez a versenyző is ilyen, illetve nagyon-nagyon jó volt a karakter hasonlósága, és a színpadi fellépésében is rettenetesen hozta a karaktert. Én szeretném ösztönözni arra, hogy tovább folytassa, hozzon ki magából minél többet. És ez a versenyzőnk pedig nem más, mint Bujdos Claudia, aki Jinxnek öltözött. Nem tudom, hogy itt van-e még. Azt mondják, hogy nincs. Jó, akkor ezt addig félretesszük. Van tehát az első három helyezettünk, tehát az abszolút top három győztese a mai versenyünknek. A harmadik helyezettünk pedig nem más,
Dobpergés, dobpergés, igen. A harmadik helyezettünk nem más, mint Pesti Dorottya, akinek egyébként közelről is érdemes volt megnézni a ruháját és a kiegészítőit, mert rettenetesen aprólékos volt. Nagyon szép technikákkal készítette a ruháját, tehát abszolút megérdemli a harmadik helyet. Gratulálunk! Nagy tapsot szeretnék kérni neki! A versenyünk második helyezettje, tehát az egész mezőnyben a második legjobb jelmez pedig nem más lett, mint Horváth Ditta, aki a Guild Wars 2-ből öltözött be. Jön. Gratulálunk, és egy nagy tapsot szeretnénk kérni Dittának is. És az első helyezett. És van egy első, egy abszolút első helyezettünk, ami egy kicsit... Nem utogass, teszed le! Ami nem csak a technikák, hanem rengeteg benne az ötlet, a kreativitás, a nem szokványosság, és emellett egy olyan színpadi fellépést is produkáltak, ami nem csak a zsűrit fogta meg, hanem titeket, közönséget is egyébként megfogott, és bár elsőre azt mondhatnátok, hogy nincs annyi részlet benne, meg nincsen annyi millió egy dologba kirakva, de egyszerűen úgy jó, ahogy van. Ez pedig nem más, mint Szó Gabriele és Lauko Viktória! A flúgos futam! És van 10 másodperc, hogy átvegye, szóval gyorsan! Ők tehát a mai Play It verseny, cosplay verseny abszolút első helyezettje. Gratulálunk! Igaz, hogy már... És az autó hol van? Az autót elvittétek. Ott a kocsi. Nagy-nagy tapsot kérek szépen nekik, az első helyezettünknek, és minden versenyzőnek szeretnék kérni még egy nagyon nagy tapsot, nem csak a nyerteseknek. Örülünk, hogy mindenki itt volt, nagyon szép jelmezeket hoztak, és aki esetleg most nem jutott be az abszolútóba, ne keseredjen el, mert nagyon nehéz volt meghoznunk a döntést, tehát ezt mindig el kell mondani, hogy tényleg mindig így van. Úgyhogy szeretnénk inspirálni mindenkit, hogy tovább gyertek el legközelebb, és egy nagy-nagy tapsot újra a versenyzőknek. Köszönjük! És itt a nyerteseket kérjük egyszer ide középre, jó? Hogy itt a nyerteseink is meglegyenek középen. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer!